Az M1 Televízió keddesti híradóját látják, munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit először röviden. Családi napot szerveztek Károlyfalván, gála műsor a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában. Bécsben tanulták a szakmát az újhelyi ápoló növendékek. Családi napot szervezett a településrészi önkormányzat Károlyfalván. A közösségi program célja volt, hogy a településen élő gyerekek, felnőttek, idősek együtt töltsenek egy kellemes családi délutánt. A programon a helyi óvoda pedagógusai és a falu néhány lelkes anyukája segítette a szervezőket. Szuper jól érzi magát a kicsi. A pocakját is megrajzolja, úgyhogy nagyon tetszik neki ez a krétázás. Közös aszfaltrajzolás a szülőkkel, sorversenyek, ugrálóvár, kézműveskedés. Igazi kellemes vasárnap délutáni kikapcsolódást biztosított a település részi önkormányzat a Károlyfalván élők számára. Itt vagyunk és élvezzük, hogy itt ugrálhatunk, meg ilyenek. Szerinted miért jó? Neked mi tetszik itt a programok közül? A sok, mondhatni olyan... Majdnem olyan, mint a testnevelés óra, de nem. Hát az ilyen sportjáték. A település részi önkormányzat több éve szervez programokat a Károlyfalván élők számára. Ezek közé sorolható a Nyitott Pincék napja, de a már több éve útjára indított gyereknap, ami mára már családi nappá teljesedett ki. Amikor megalakult a település részi önkormányzat, ami aztán város részi testületként működik, akkor szerettük volna a hagyományokat feleleveníteni, és a településen élőknek az adott település részen programot szervezni. Ennek a apropóján került sor a gyereknapra, éveken keresztül gyereknapot szerveztünk, és aztán rájöttünk, hogy nem csak a szülők kísérik a gyerekeket, hanem az idősebb korosztály tagjai szívesen jönnek, ez egy kötetlen beszélgetésre, együttlétre ad lehetőséget, és ezért már tavaly is és az éven is családi napként hirdettük. Károlyfalva önkormányzati képviselőjének segítői is voltak a program összeállításában és megvalósításában. Dr. Rózsa Hegyiné Nagy Andrea és Tóth Lajosné Marika személyében mindketten a családi nap közösségformáló szerepét és erejét emelték ki. Mivel itt lakom a településen már több mint 10 éve, és pedagógus vagyok, nagyon közel áll hozzám egy ilyen programnak a szervezése is, és fontosnak érzem azt, hogy itt másképpen is találkozhassunk az itt élőkkel, az itt élő családokkal, gyerekekkel. Nagy közösségi ereje, építő ereje van, nem csak az itteni gyerekek, nem csak az óvodások, hanem az iskolások, a volt óvodások is eljönnek, meg akik a faluból elszármaztak, hozzák az unokákat, és ez egy nagyon jó, hangulatos délutánt varázsol ide a Károlyfalva faluház mellé. A játékban és szaladgálásban megfáradt gyerekeknek és a jelenlévő felnőtteknek is járt a frissítő és az uzsonna, melyet szintén a településrész önkormányzata biztosított a családi nap résztvevőinek. Csak nem 200 táncos növendékkel foglalkoznak a Sárospataki Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, valamint több tucatnyi óvodásnak a saját intézményükben oktatják az alapokat. A tánc tudásukról egy gála műsoron győződhetett meg a nagy közönség. Itt elhangzott, a nyár során több városi programon is közreműködnek majd a művészeti iskola táncosai. A tanév során szerzett tudásukról számoltak be gála műsor formájában a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos növendékei. Egy órás produkcióban az intézmény számos csoportja fellépett a szülők és a vendégek örömére, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Ha valaki végignéz, láthatja azt, hogy a kezdők kedves, aranyos csetlés botlásától kezdve, hogyan, mennyire rövid idő alatt jutnak el már abba a helyzetbe a gyerekek, amikor ritmusra, szépen tisztán énekelve, szép tartással gyönyörűen táncolnak. A táncok és a fiatalok sikeréhez jó intézményi háttérre, a szülők támogatására, na meg a gyermekek lelkesedésére is szükség van, mondta az igazgató, hozzátéve, hogy személyi állományuk biztosított és stabillá vált az elmúlt években.
pontosan 188 néptáncos gyerekünk van az óvodásokon kívül, és a három tanárral csináljuk tulajdonképpen, a Darmos házaspárral és Kovács Borikával. Tehát három tanár viszi tulajdonképpen a néptánc tagozatot, illetve hát meg kell említeni még a gyönyörű ruhákért felelős Gabika nénit, ugye, aki szenzációs minőségbe varja meg ezeket a ruhákat, illetve hát Toronyi Anikót, aki ugyanúgy segít, és hát ezekre maximálisan arra figyelnek, hogy szép, jó minőségben jelenjenek meg ezek a ruhakörtemények. A táncosok számára a gála műsor egy főpróbának is tekinthető, hiszen a nyár során a település rendezvényein is fellépnek közreműködőként, és jellemzően a lengyelországi testvér településekre is ellátogatnak a farkasperences táncosok. A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium szakgimnázium és szakközépiskola egészségügyi szakos diákjai Bécsben tanulhatták választott szakmájukat. 9-től 11. évfolyamig 17 tanuló került be abba a programba, amely a magyar diákok külföldi szakképzését segíti. Az Erasmus Plus pályázati forrást első alkalommal használta ki így az iskola, és ennek segítségével további külföldi utat is terveznek. Bécsben és egy Bécs melletti város idős otthonában tanulták az ápolást, betegellátást a Sátoraljaújhelyi Kossuth szakgimnázium tanulói. Az iskola Erasmus Plus pályázat segítségével nyert lehetőséget külföldi szakmai útra, és egy gyakorlati képzéseket szervező cég segítségével Ausztriában töltöttek 3 hetet a lányok. 9-től 11. évfolyamig vegyes előképzettséggel válogatták össze a résztvevőket. Mindenképpen úgy érzem, hogy ezzel gazdagodtunk, és nagyon sok mindent megtapasztalhatunk, amit itt ebben a kórházban nem láthatunk, és nem foglalkozhatunk ugye ilyen eszközökkel, vagy bármikkel, és nagyon sok mindent tanulhattunk. Nagyon segítőkészek voltak, és szerintem nagyon nagy türelem kellett hozzánk, hogy ezt ők így el tudják úgymond viselni, hogy mi még nem voltunk annyira jók abban a szakmában is. Ott kellett velünk lenni napról napra. Az ápoló tanulókat szaktanárok is elkísérhették, így nem csak a diákok, de a tanárok is megtapasztalták az osztrák betegápolást, idősellátást. Mi is belátást nyertünk az ottani gyakorlati helyszínre, tehát megjelentünk a gyakorlati helyszíneken, viszont nem lehettünk jelen folyamatosan a 3 hét alatt, illetve az intézetvezető főnővérrel, illetve a mentorral voltak találkozóink, megbeszélt időpontok, amikor kíváncsi volt a tanulóknak is a véleményére, illetve értékelésre került a gyakorlati hét, ami eltelt. Az iskola nem csak egészségügyi szakon, de a turisztika idegenforgalom képzéshez is tervez hasonló szakmai gyakorlatot. Igyekeznek a lehetőségeket kihasználni, és minél szélesebb körben képezni, tanítani a hozzájuk járó diákokat. Az iskolánk életében első alkalom volt, hogy egészségügyi szakgimnáziumi tanulók ilyen gyakorlaton részt vehettek, és én pozitívan értékelem. Bizonyára így lesznek ezzel a kollégák és a tanulók is, különösen, ha majd eltelik egy kis idő, és az ott szerzett tapasztalatokat beépítve az itthoni tanulmányaikba, munkáikba, már másképpen fogják látni, hogy mire is készülnek. A 17 egészségügyi szakos diák a kintöltött szakmai gyakorlatról tanúsítványt is kapott, mely az iskolai szakmai gyakorlatnak is megfelel. A következő hasonló külföldi tanulmányutat Olaszországba szervezik. Az egészség és a harmónia jegyében szervezett bemutatkozó napot a Sátoraljaújhelyi Életiránytű Alapítvány. A frissen alakult civil szervezet célja, hogy alternatívát mutassanak az itt élőknek testük-lelkük karbantartása egyensúlyának megőrzésére. Az orvoslástól egészen a természetes gyógymódokig, az egészséges táplálkozástól a testmozgásig számos témában kértek fel előadókat, kiállítókat. Az Életiránytű Alapítvány a közelmúltban alakult olyan sátoraljaújhelyi emberek kezdeményezésére, akik testi és lelki egészségük megőrzéséhez alternatív módszereket alkalmaznak, és tapasztalataikat szeretnék megosztani másokkal is. A tagok első bemutatkozó napjukat szervezték meg a Kossuth Lajos Művelődési Központban, ahol önismereti előadások, meditáció, de még dizájnlélektannal is foglalkoztak.
Azt szerettük volna, hogy ez a bemutatkozó napunk arról szólna, hogy az, amivel majd a későbbiek folyamán szeretnénk foglalkozni, abból az emberek, az érdeklődők egy kis ízelítőt kapjanak. Ezért nagyon nagy izgalommal és nagyon, nagyon nagy odafigyeléssel készültünk erre a napra, és próbáltunk olyan kiállítókat, előadókat hívni, akik képviselik ezt a széles palettát. Mindennek lelke van, mondhatnánk, de ha maguknak a tárgyaknak nincs is belső énje, akiket megszólítanak vele, akár tárgy, akár szolgáltatás, mindenképpen van. Erre pedig hatni szeretnének, ez pedig lehet design lélektan. Erről is volt egy előadás az alapítványi napon. Olyan ne befolyásoljon minket, amikhez nem tudunk úgy viszonyulni, ahogy szeretnénk belülről. Tehát igazából most egyre több őszinte termék, mi a startupok világában egyre inkább benne vagyunk, és egyre több olyan magyar cég alakulgat, egyébként pont itt ezekben a régiókban is, akik hatalmas know-how-n nevelkednek, tehát megvan az iszonyatosan jó magyar koncepció, ugye ez erről híres is ez az ország, és most azt látni, hogy tényleg nagyon jó irányokban, globálisan jó irányokban működnek ezek a termékfejlesztések. Nincs két egyforma út ahhoz, hogy az emberek meggyógyuljanak, vagy megtartsák egészségüket. Éppen ezért az alapítványi napon is nagyon sokféle módszer bemutatkozott. Volt hangtálterápia, masszázs, csontkovács, biorezonancia mérés, mandalakő és természetesen gyógynövényes. A sátoraljaújhelyi füvesasszony korábban az egészségügyben dolgozott, ma már szívesen készít gyógytea keverékeket személyre szabottan. A lényeg az, hogy szeretettel forduljunk a gyógynövényekhez, mert nem menjünk el csak úgy a kirándulásaink alatt egy gyermekláncfű mellett, hogy ne csodálkozzánk rá. Az életiránytű alapítvány szeretne a közeljövőben is hasonló programokat, előadásokat szervezni, akár helyi, akár neves országos hírű természetgyógyászok, életmódtanácsadók részvételével. 89. alkalommal rendezték meg országszerte a Magyar Könyvhét programsorozatot, amelyhez a Sárospataki Művelődésháza könyvtára is csatlakozott. Ennek jegyében ki mást is célozhattak volna meg, mint a gyermekeket. Nyulász Péter író személyesen mesélt a fiataloknak a Berger Szimat szolgálatról. Hogy kicsoda Bugac Pongrác és Mifán tereme a Berger Szimat szolgálat? Többek között erre kaptak választ azok a gyerekek, akik elfogadták a Sárospataki Művelődésháza könyvtárának meghívását a 89. alkalommal megrendezett ünnepi könyvhét programjára. Mert hogy elsősorban ez a korosztály volt a célközönség az író-olvasó találkozó keretében. Nyulász Péter többek között ezzel a három kötetet felölelő történettel és annak szereplőivel ismertette meg az iskolásokat. Pontosan az volt a helyzet, hogy ezek egymástól függetlenül önmagukat körüljáró történetek legyenek, tehát nincs sorrendiség benne. Van egy kis nyomozóügynökség, a két Vizsla, Bernát és Gerzson alapította, és az ő unokaöccsük Bugac Pongrác viszi most már, aki egy Moody, és ezek a kalandok különállók, akár csak mondjuk egy poharó történetet illetően, mondjuk itt nem feltétlenül gyilkosságok után nyomoznak, de a baráti és rokoni társaságban nem is feltétlenül kell valami bűncselekmény ahhoz, hogy mókás kalandok, elég egy jó kis félreértés, amikor valaki azt hiszi, hogy hú, a gyerek valami időutazó gépbe került bele, de hát nem, ő csak jól szórakozik egy virtuális szabadulószobában, ahonnan SMS üzeneteket kapogatnak a felnőttek, akik meg komolyan veszik, hogy a gyerek valami rablás áldozata lett. Tehát így ilyen félreértésből már ki lehet kerekíteni egy olyan történetet, amire aztán lehet a valóságot is ráépíteni. A történet alapvetően nem csak a gyerekek fantáziáját szeretné megmozgatni, hanem ezáltal a 9 magyar kutyafajtát szeretné megismertetni a gyerekekkel. Törülnek a gyerekek, amikor felfedezik, vagy egyáltalán megismerik őket, és hát azzal azért küzdünk, hogy kicsikét lassan terjednek a hírek ma Magyarországon, úgyhogy én még várom azt, hogy igazából a széles közönség is megismerje. Az író interaktív könyvbemutatója kapcsán a diákok megismerhették a többi, elsősorban legendákat feldolgozó köteteit is. A Sárospataki Művelődésháza keretében működő Foltos Pillekör tagjainak egyhetes tábort szerveztek az intézmény keretén belül. A hagyományoknak megfelelően egy központi témaköré csoportosult az ismeretek átadása. A Larimár minta készítését sajátíthatták el a Pataki Alkotóműhely tagjai, akik között, mint megtudtuk, újak is vannak.
Pontos mérés, majd szabás és természetesen varrás. Minden öltésnek megvan a maga helye. Idén egy újabb forma és színvilággal ismerkedtek meg a foltos pillekör tagjai a Sárospataki Művelődésházában megtartott egyhetes nyári tábor keretében. Mint minden alkalommal, úgy idén is arra helyezték a hangsúlyt a szervezők, hogy újat tanuljanak, ezáltal fejleszték képességeiket. Larimar mintát próbáltuk ki. Ez egy készen vásárolt sablon, és mindenki a saját színvilágával, a saját elképzelésével dolgozza. Aztán majd ki mire használja fel a blokkot, a táskába vagy párnára, faliképnek, aminek tetszik. Most csak a saját tagjainknak van tábor. 18 a mostani létszámunk, reggel kezdünk, egy kis eligazítás, egy kis uzsonna, és akkor belemerülünk délig a munkába, elmegyünk ebédelni, és akkor 5-6 óráig várunk. Ez a tábor arra is alkalmas volt, hogy az új tagok aktív részeseivé váljanak ennek a közösségnek, mert hogy szinte minden esztendőben vannak újabb és újabb érdeklődők. Álmom volt a patchwork, és nyugdíjba kerültem egy éve, és volt lehetőségem Tokajban egy kiállításukon részt venni, mint közönség, és hát elvarázsoltak. És ott volt személyes találkozás, és beszélgettünk, és nagyon kedvesen felajánlották, hogyha ennyire érdekel, és ha meg tudom oldani, akkor járjak át hozzájuk. És én már a következő alkalommal itt voltam, és így maradtam. Tehát tulajdonképpen 17 őszétől, október elejétől mostanáig kitartottam, és hetente pénteken itt vagyok. Most a táborban is. A Művelődésháza és Könyvtár a legfiatalabb tárgyalkotó csoportjának táborával kezdetét vette a Közművelődési Intézmény falai között tevékenykedő közösségek nyári program sorozata. Híradónk végén mutatjuk főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Családi napot szerveztek Károlyfalván, gála műsor a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában. Bécsben tanulták a szakmát az újhelyi ápoló növendékek. Önök a Zemplén Televízió kedd esti híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk majd Önöket. Most pedig nézzük, meddig tart még ez a füllett idő. Ne feledjék, holnap este is várjuk Önöket, pontban 7 órakor. Nézzenek bennünket akkor is. Viszontlátásra!